próbál a Bonyhádi Német Ifjúsági Tánccsoport. Népcsoportjuk táncait tevének terítékre, és szépen haladnak a megtanulásukban. Míg a gyerekek a lépéseket sajátítják el, egy másik teremben a nagyszülők gyülekeznek. Olyan ez, mint Hajdan a fonó. Az idősek ezúttal a viseletek sokszínűségével ismerkednek. Ez egy csodálatos felsőnálai viselet, kék festőből, és azért érdekes, mert itt berakások vannak, és a felsőnálaiaknak egész széles volt ez a berakás. És a kötény is azért érdekes, mert alul cikcakos, itt is van rajta egy letűzés. Ezen kívül nem csak ilyen díszek vannak rajta, hanem még virágokat is hímeztek rá, még itt is, valamint még itt hátul. Ez egy csodálatos viselet, és ezen van még egy kis felső. Ez is nagyon érdekes, mert nem mindenhol viseltek a kék festőhöz egy ilyen felsőt. És ezt itt megfordítom, akkor látjuk ezt a kis kabátkát. Szerettem volna egy ilyen kék, egy válkendőt is készítetni, de sajnos nem vállalják. Tehát még bízom abban, hogy esetleg valaki még ilyet tud készíteni, de sajnos nincs. Eredeti válkendőnk van néhány, de szeretnénk a táncosoknak készíteni. A mutatott ruha azért is érdekes, mert rövidesen ilyen belépnek színpadra az előbbiekben már bemutatott gyerektáncosok. A németek már tavaly nekiláttak a népviseletek és szokások népszerűsítésének, akkor a hagyományos sváb viseletek talán legismertebb darabja, a pacskert volt a téma. Ebben a körben az idős német ajkúak megtanították pacskert kötni a fiatalabbakat, és ennek nagyon nagy sikere volt ennek a projektnek. Havonta egyszer összejöttünk, és nem csak havonta találkoztunk, hanem közben is, ha valaki megakadt, akkor elment egy idős némethez, vagy pedig eljött a táncpróbára, amivel az egész úgy indult, hogy a pénteken délután táncpróbánk van a picikkel, és jönnek mindig a nagyszülők, elkísérik a gyerekeket, és ugye hát ugye nem szoktak nyulatkozni, hanem előkerültek mindig a kézves dolgok, és kötögettek, hímeztek. És így jött az ötlet, hogy akkor csináljunk egy ilyen kört, hiszen sokan érdeklődtek, hogy hogyan lehetne megtanulni pacskát kötni, és ez az előző évben ez megtörtént, megtanulták a pacskerkötést, voltak előadások, ezen kívül még kirándulást is szerveztünk, Budapesten voltunk, megnéztük a kézműremek kiállítást, és olyan jó kis közösség kovácsolódott össze, hogy azt mondták, hogy ebben az évben is folytassuk a munkát. Idén a kézimunkázás témakörében hallgattak meg előadásokat, és lesznek bemutatók is. Készítettek goblenyt, megtanultak stoppolni és netzelni is. Ezúttal Tili Jánosné babáin tanulják meg a viseletek sokszínűségét. Ez egy vémendi úgynevezett halctuk, tehát válkendő. A babák, illetve babának a vállán van, illetve hát vállon hordták, és akkor így hátul összekötötték. Ez inkább nem sokat melegített a vállát, egy kicsit inkább a szépség miatt volt. Felsőnálai baba, aminek a lábán ugye hosszú pacsker, lange pacsker van, ezt klumpával viselték, szobába levetették a klumpát, és akkor így talpalva viselték. Az alsó szoknyái azok színesek, mert hétköznapi divat volt, hétköznapon nem hordtak fehér alsó szoknyát. Ez egy kis kékfestő ruha, amit általában hétköznap délután csarnokba mentek, erre-arra viseltek. A németek tovább dolgoznak a pacskermintagyűjteményen. Mára már közel 300 mintával rendelkeznek.